Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2022. december 13-án, kedden este 7 órakor. Kezdünk! A tudomány világa. Nemzetközi doktorandusz és posztdoktori konferencia Nyíregyházán. Adomány. 50 nyíregyházi családnak segít az OTP Fáy András Alapítvány. Kabai János díj. Szőnyi Mihályt jutalmazta 2022-ben a Metesz megyei egyesülete. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! 11. alkalommal rendezték a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán a Nemzetközi Doktorandusz és Posztdoktori Konferenciát, melyen többek között a hazai doktori képzés rendszeréről, minőségbiztosítási kérdésekről és kihívásokról, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségét érintő aktualitásokról volt szó Nyíregyházán. Társadalom és egészségtudományi, bölcsészet és hittudományi, valamint neveléstudományi és interdisziplináris szekciókban szervezték a nemzetközi konferenciát. Személyes online, valamint vegyes megjelenéssel vettek részt az előadók és mentorok, akiket a társintézmények képviselői és a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke mellett az egészségtudományi kar dékánja is köszöntött. Hallgatóival a tanári pálya kérdéseiről, a tanulási folyamatokról, a képzési időről, motivációs jellemzőkről vagy az egyetemi oktató presztízséről váltanak szót azon a kurzuson, melyet ő vezet. Különös szerepe van szerintem a konferenciákon belül a PhD konferenciának. Hiszen a konferenciákon, ahova elmegyünk, általában sokfajta helyről, sok pozícióban lévő, sokfajta tudással, élettapasztalattal bíró emberrel hasonlíthatjuk össze magunkat. A PhD konferencia igazán az a hely, ahol meg tudjuk ítélni magunkat a PhD hallgatóként a többiekhez, a hasonló státuszban lévőkhöz képest. Hol tartunk előadói készségben? Hol tartunk kutatói motivációban? Hol tartunk abban a támogatási folyamatban, amit a témavezetőktől kapunk? Ezért ez a mai nap, azt gondolom, hogy azon túl, hogy előadhatja itt mindenki azt az előadását, amivel készült, azon túlmenően alkalmat ad arra is, hogy egyfajta szembesülés a pályának azzal a szakaszával, ahol most éppen tartanak. A konferencián 19 szekcióban 137 előadás hangzott el. Egy bizalmatlan kapcsolat, az iskolai zaklatás ellenes prevenció helyzete vagy a divatipar környezeti hatásai. A netgeneráció kultúrafogyasztása, a fizikai inaktivitás összefüggései, az isteni előretudás és az emberi szabad akarat is a témák között szerepelt. Emellett szó volt a coaching alkalmazásáról, gyógytornáról, kiégésről és allergénekről, csecsemőkről és idősekről, munkaerőpiacról és környezettudatosságról. Nyíregyháza történész alpolgármester emlékezett vissza saját tudományos pályafutására. Úgy véli, minden kutatás annyit ér, amennyi eredmény bekerül a köztudatba, hiszen a tudomány szoros kapcsolatban kell legyen az élő társadalommal, és meg kell mutassa a kiutat a különféle problémákból. Nagyon örülök annak tényleg, hogy ilyen sokrétű az a kutatás, amit önök itt folytatnak, és felhívom arra a figyelmüket egész életük folyamán, ha már ezt a szakmát választották és a tudományos pályára lépnek, vagy léptek, hogy tényleg a felelősségük önöknek az mindig is megmarad, és nem csak a csúcs felé való törés egyre nagyobb felelősséget is ró az emberre, akár az oktatásban, akár a publikációban, mivel ténylegesen azok a témák, amelyek itt elhangzanak, amelyek folynak a mélyben, amelyről az ember egyszerű halandóként igazából nem is tud, azok milyen fontosak. És a jövő társadalma, a jövő Nyíregyháza, a jövő Magyarországa számára alapvetően fontos problémákat kezelnek. Minden tudományos dolgozat kritikája a fejlődést szolgálja, hangzott el a konferencián. Magyarországon jelenleg több mint 10 000-en vesznek részt a doktori képzésben, mely folyamatosan kihívás előtt áll. A Doktoranduszok Országos Szövetsége amellett érvel, hogy emeljék az állami ösztöndíjak összegét, de az érdekképviselet kezdeményezi a nyugdíjjogosultság és a hitelképesség lehetőségének megteremtését is.
50 nyíregyházi családnak segít az OTP Fáy András Alapítvány. Mindegy 40 ezer forint értékű tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat kapnak a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény családok átmeneti otthon alakói. Az alapítvány az OTP Bankkal és a Humanitás Szociális Alapítvánnyal közös jótékonysági kezdeményezésével országszerte mintegy 6 millió forintból 150 családnak segít az ünnepek előtt. Ezeket a zsákokat a BGSC Budai Gimnázium és Szag Gimnázium diákjai festették ki. Ez az OTP Fáy András Alapítvány egyik mintaiskolája. A csomagok tartós élelmiszereket tartalmaznak, úgy válogatták össze az alapanyagokat, hogy akár egy hónapig is tudnak majd fűzni az adományból a családok, de természetesen édességet is tettek a zsákokba az ünnepekre. A jótékonysági kezdeményezést az OTP Fáy András Alapítvány, az OTP Bankkal és a Humanitás Szociális Alapítvánnyal közösen hirdette meg. Összességében ez a projekt 6 millió forintból került finanszírozásra. Ennek nagy részét az OTP Bank munkatársai adták össze, akiktől pénzbeli adományokat gyűjtöttünk. Több mint 400 kolléga járult hozzá ehhez a meglepetéshez. Több mint 3 millió forint jött össze az adományokból. Ezen kívül tartós élelmiszereket gyűjtöttünk több helyen, az OTP-ben, a mintaiskolákban, partnerszervezeteknél, és a fennmaradó részt az pedig az alapítvány a saját kereteiből egészítette ki. Korábban országos szinten osztottak ki 50 zsákot, idén viszont már annyian támogatták a kezdeményezést, hogy három régióban összesen 150 ajándékcsomagot osztanak ki a rászoruló családok részére. Ezek egyike Nyíregyháza, itt a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó családok kapják meg a tartós élelmiszereket majd egy karácsonyi ünnepség keretein belül. Egy-egy ajándékzsák értéke 35-40 ezer forint, ez hatalmas segítséget jelent, mondta az intézmény vezetője a keddi rendezvényen. Én is nagy meglepetéssel hallottam a csomagnak az értékét, és a csomag értéke az olyan összeget takar, amely azt jelenti, hogy néhány családnak havi jövedelme ez az összeg, ami a csomagnak az értéke. Az OTP Fáy András Alapítvány és két mintaiskolája, valamint az OTP Bank és a Humanitás Szociális Alapítvány közötti jótékonysági együttműködésnek már 10 éves hagyománya van. Nyíregyházának pedig a karácsonyi adományon túl is fontos szerep jut a pénzintézet életében. Nyíregyháza az az OTP Fáy András Alapítvány számára egy kiemelt település. Nem véletlen, hogy itt hoztuk létre a második oktatási és innovációs központunkat. Úgy érezzük, hogy ezen a területen kiemelt segítségre van szükség a pénzügyi edukációs felzárkóztatás terén, és itt ebben a központban valósulnak meg a élmény alapú gyakorlatorientált tréningjeink, illetve a trénereink kilátogatása. Itt a Nyíregyháza környéki településekbe is, a kisebb települések iskoláiba, hogy ők nekik is segítsenek a pénzügyi felzárkóztatásban. Az összegyűjtött ajándékcsomagokat két további helyszínre jutatja el az alapítvány. Jászárokszálláson és Győr környéki településeken élő családoknak teszik még szebbé ebben az évben a karácsonyt. Szőnyi Mihályt jutalmazta 2022-ben Kabai díjjal a METESZ megyei egyesülete. A díjazott az iskolai rendszerben és a felnőtt képzésben kifejtett szakmai munkájáért, oktatás szervezésért, óraadásért, továbbképzések megtartásáért és vizsgáztatásért, nem utolsó sorban pedig szakmai fejlesztéseiért kapta a rangos elismerést. A METESZ megyei egyesületének hivatása, hogy a műszaki és természettudományos gondolkodás fejlődését elősegítse a megyében és a régióban. A szervezet, illetve annak jogelődje a 70-es években alapította a Kabai díjat. Kabai János az Alkaloida megszervezője, aki Tiszavasváriban született, és feltalálta, hogyan lehet a mákból ipari mennyiségben előállítani a morfint. A Kabai János díjat 1974-ben alapította a jogerőd szervezetünk, és 1976-tól került kiadásra. Idén most már több mint 48. alkalommal került a ítéléshez a díj. A díjat elsősorban azok számára adjuk oda és ítéljük a szervezetként, akik a megyében, a megyei meteszben, vagy valamelyik már tudományában kapcsolódott hozzá, valami kiemelkedő eredményt teljesítményt nyújtottak. Idén Szőnyi Mihály tanár úr kapja a díjat, aki épületgépész szakos,
és a elsősorban az épületgépész szakmában nyújtott teljesítményéért, továbbá, amit a Metesz Egyesületnél végzett felnőttképzési tevékenységéért kapja meg ezt a díjat. A díjat már 80. alkalommal adták oda idén. Csupa olyan megyei szakembernek, akik a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak hosszabb időn keresztül. A 48. kabai díjjal Szőnyi Mihály több évtizedes szakmai munkáját ismerték el. Az én számomra egy nagyon nagy megbecsülés jelent. Az iskolai rendszerben és a felnőtt képzésben kifejtett szakmai munkámért kaptam a kitüntetést, oktatás szervezésért, óraadásért, továbbképzések megtartásáért, vizsgáztatásért, és hát nem utolsó sorban a szakmai fejlesztésekért. A szakmában idestova 50 éve, én már 72 éves vagyok, hát elég fiatalon kezdtem a pályát, először mint szakoktató, aztán később műszaki tanár voltam, munkaközösségvezető, tanműhelyvezető, és az utolsó ciklusomat szakmai igazgató helyettesként töltöttem az Incidi György szakközépiskolában. Az eredetileg 40-es évek legvégén alakult Metesz megyénkben egyesületbe olvadt össze a közelmúltban, melyben az atomfizikától a legkorszerűbb informatikán át a gombákig sok mindennel foglalkoznak a tudósok. Mesefigurák színesítik a Józsa András Oktatókórház egyik közösségi termének falát. Mindjárt mutatjuk a részleteket, előtte nézzük a nap további híreit. A lakosság segítségét kérik a Szent István utcán a gördülékeny falvágási munkálatok érdekében. A következő két napban ne parkoljanak a Lutherház A és B épülete közötti szakaszon, mert így nem tudnak haladni a munkálatokkal. Ha ott végeznek, a Szent István utca páros oldalán folytatják a munkát. Lakópihenő övezet tábla jelzi, hogy a Nádor utca nem átjáró szakasz, csak az ott lakók vagy a célforgalom közlekedhet a város ezen részén, maximum 20 km/h sebességgel. Több ilyen kresztábla is van Nyíregyháza különböző részein. A rendőrség fokozottan ellenőrzi a szabályok betartását a most következő időszakban. Ismét kint vannak a kötelező haladási irányt jelző kresztáblák a Hunyadi utcán. Ez azt is jelenti, hogy az Ibolya utcán újra csak a bal oldalon lehet parkolni. A közterület felügyelet fokozottan ellenőrzi a parkolási szabályok betartását a kiserdőben. A város minden pontján sikosság mentesíti a térköves felületeket a Nyírvévé, a munkagépek folyamatosan dolgoztak a balesetek megelőzése érdekében. Mesefigurák színesítik ezentúl a Józsa András Oktatókórház egyik termének falát. Egy hatalmas faliképet ajándékozott az intézménynek a The Walt Disney Company. A vállalat a Pillanatok, amelyek számítanak közösségi programjának keretében ajánlotta fel a közel 2,5 méter magas és több mint 7 méter széles képet. Aladdin, Jasmine hercegnő, a kis hableány, valamint a Disney újabb figurái és karakterei is helyet kapnak ezen az óriás fali képen. A gyermekgyógyászati tömb mély földszintjén, a gyermek pszichiátriai szakrendelés közösségi termének egyik falát teljesen beborítja a hatalmas kép. Évente közel 10 000 fekvő és 80 000 ambuláns beteget kezelnek a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályán, számos olyan speciális ellátással, melyek csak ezen az osztályon érhetőek el a megyében. A beteg gyerekek mindennapjait teszi majd vidámabbá ez a fali kép. Manapság már egyáltalán nem szokatlan, hogy az orvostudomány a test mellett a szellemi állapotot is figyelembe veszi. A lelki folyamatok nagyban befolyásolhatják a gyógyulás folyamatát is. Mindez a gyermekeknél fokozottan igaz, mivel ők sokszor türelmetlenebbül kezelhetik a betegség állapotát. A The Walt Disney Company, Pillanatok, amelyek számítanak program, a vállalat globális társadalmi felelősségvállalási stratégiájának a része. Célja, hogy nehezített körülmények között is pozitív élményeket biztosítson a kisbetegek számára. A nyíregyházi gyermekosztály számára ennek érdekében egy 2,4 méter magas és 7,3 méter széles fali képet ajándékozott a vállalat. És hát most elérkeztünk egy olyan részére a gyerekosztálynak, ahol a gyermekpszichiátriai ellátás folyik, és itt is próbáljuk komfortosabbá tenni a környezetet. Ez a helység, ahol most vagyunk, ez egy csoport terápiás szoba lesz, ahol egyszerre több gyermeknek a pszichés problémájával foglalkoznak szakemberek, gyermekpszichológusok, gyermekpszichiáterek, szociális munkások, és ez a fali kép is az ő komfort érzésüknek a fokozására készül itt el, és ezt megköszönjük a
egy-egy Walt Disney kép, amit itt látunk, és nagy hálával tartozunk, hogy a cég az idehozta ezt a képet, föl is szerelte ingyen és bérmentve, és a gyerekek biztos vagyok benne, hogy a jövőben ezt nagyon fogják élvezni. A 2015-ben átadott új gyermekosztály modern körülmények között segíti a gyógyulást, a barátságos környezetet pedig több teremben és folyosón is mesefigurákkal próbálják megteremteni. Ilyen például ez a részleg, ahol a csecsemőket kezelik a szakemberek, ahova a Hupikék-Törpikék figuráit festették fel, ezt azóta csak Apraja falvának hívják a kórház dolgozói. Jól szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói az utánpótlás rövid pályás bajnokságon. Barna Bianca Dorottya és Barkóczi Roland 5 éremmel tért haza. A hétvégén hazai környezetben versenyezhetnek a Szabolcs kupán. Szegeden rendezték az első utánpótlás rövidpályás úszóbajnokságot. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül Barkóczi Roland bár kisebb sérüléssel bajlódott, remekül úszott, és 200 mellen ezüst, 50 mellen bronzérmet szerzett. Nem a legjobb formában készülhettem, egy válfájdalommal küzdöttem a felkészülésemben, kevesen tudtam rá edzeni, viszont úgy vagyok vele, hogy minden versenyre a legeslegjobb formát kell nyújtani, és minden egyes versenyre a legeslegjobb formába kell készülni. Hogyha a felkészülés nem sikerül, akkor viszont megpróbálna a legjobbat teljesíteni, ami hál' Istennek sikerült. Barna Bianca Dorottya számára nagyon hosszú volt az idei szezon, számos nemzetközi versenyen indult. Az utánpótlás bajnokságon 8 számban állt rajthoz, és 200 mellen senki nem tudta legyőzni, valamint további 2 ezüstöt szerezve 3 éremmel tért haza. Nehéz volt, mivel nagyon sok egyéni számban indultam, illetve váltókban is odaálltam, és próbáltam a csapatnak segíteni, ahogy tudok. Az egyéni számok egyébként nagyon jól sikerültek, úgy gondolom. A mellúszó számok kifejezetten, mivel ugye mind a 3-ban dobogóra tudtam állni, illetve vegyes úszásban is döntőbe tudtam jutni, aminek nagyon örülök, mert ott is egyéni csúcsokat sikerült úsznom. A szakmai stáb elégedett volt a versenyzők teljesítményével. A hétvégén Nyíregyházán rendezik a Szabolcs kupát, az év utolsó versenyeként több mint 200 úszó érkezik. Most kaptak 2 nap pihenőt, akik az országos bajnokságon voltak, viszont nagyon félek tőle, hogy sok betegség bújik el itt a srácokba, valószínűleg lesz a hétvégén hiányzónk. Bízom benne, hogy mindenki el tud indulni. Ami még eszenciál lehet a versenyre, hogy hazajön Amerikából Hadházi Dóri is, és 200 gyorsan 200 pillangó medencébe ugrik vasárnap. Bízunk benne, hogy láthatjuk őt úszni szeptember óta. A Szabolcs kupa nemzetközi lesz, Szlovákiából és Romániából is érkezik egy-egy együttes. A nevezési határidő még tart, így nem kizárt, hogy további klubok is Nyíregyházára jönnek. A versenyeket szombaton és vasárnap rendezik a Városi Sportuszodában. Híradónk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer, néhány mondatban. 11. alkalommal rendezték a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán a Nemzetközi Doktorandus és Posztdoktori Konferenciát, melyen többek között a hazai doktori képzés rendszeréről, minőségbiztosítási kérdésekről és kihívásokról, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségét érintő aktualitásokról volt szó. 50 nyíregyházi családnak segít az OTP Fáy András Alapítvány. Mintegy 40 ezer forint értékű tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat kapnak a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény családok átmeneti otthon alakói. Az alapítvány az OTP Bankkal és a Humanitás Szociális Alapítvánnyal közös jótékonysági kezdeményezésével országszerte mintegy 6 millió forintból 150 családnak segít az ünnepek előtt. Szőnyi Mihályt jutalmazta 2022-ben Kabai díjjal a Metesz megyei egyesülete. A díjazott az iskolai rendszerben és a felnőtt képzésben kifejtett szakmai munkájáért, oktatás szervezésért, óraadásért, továbbképzések megtartásáért és vizsgáztatásért, nem utolsó sorban pedig a szakmai fejlesztéseiért kapta arangos elismerést. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes televíziózást kívánunk. Viszontlátásra!